Még üresek a székek, és a világot jelentő deszkákon sem áll senki. Még a jól megérdemelt pihenésüket töltik a Magyarországi Német Színház Társulatának tagjai, azonban már nem sokáig, augusztus utolsó hetében megkezdik az új évadot. Nagyon jó, töltődős pár hét van mögöttünk, és most már készülünk az új évadra. Már folynak az előkészületi munkák, és jövő héten már előadásunk is lesz. Mégpedig hétfőn a Nehéz csomag, 19 órától, csütörtökön és pénteken, 25-én és 26-án pedig a Nem fizetünk című vígjátékot fogjuk játszani, szintén 19 órától. Az évadot úgy fejeztük be, hogy már dolgoztunk egy új darabon, aminek egy nyilvános próbája zárta az évadot, és ezt a darabot fogjuk majd szeptember 8-án bemutatni. Ez a Szerelem soha el nem múlik című projektünk. Ödön von Horváth, Ady Endre, Babits Mihály és Dienes Valéria találkoznak a menny kapujában. Ez egy irodalmi est tulajdonképpen, van benne élőzene, cimbalomzene, ami igazán mennyei, és egy picit az ő világukat, ők kortársak voltak, az ő világukat szeretnénk úgy bemutatni, hogy németül és magyarul megy az előadás, és azt is megmutatni, hogy attól függetlenül, hogy valaki milyen nyelven ír, németül, magyarul, vagy akármilyen nyelven, a gondolatok hasonlóak, és hogy össze lehet passzolni úgy a különböző nyelvű irodalmi műveket, hogy a néző akkor is értse, hogyha az egyik vagy a másik nyelvet nem beszéli. Jetzt ist es an dir, mein Freund. Ja, und an dir, mein Freund. Sikolt a zene, tornyosul, omlik, parfümös, boldog, forró ifjú pár. S a rózsakoszorús ifjak, leányok rettenve néznek egy fekete pára. Kik ezek? S mi húscsöndben belépünk, halálarcunk sötét fátyollal óvjuk, s hervott régi rózsakoszorúinkat a vígteremben némán szerte szóljuk. A szeretet soha el nem múlik. A cím ugyan egy bibliai idézetből fakad, de Ödön von Horváth a fiatalon elhunyt drámaíró műveiben többször is előjött ez a gondolat. Hát a szerelem az egy olyan dolog, ami mindenkit foglalkoztat, mindenkinek másfajta élményei vannak, de sokféle, és ez biztos, hogy mindannyiunkat összeköt. In jedem Fall wird es uns die Zeit hier verkürzen. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces, messzefény, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valaki, lennék valaki. Az előadás premiére szeptember 8-án lesz, de ezen kívül több új darabbal is készülnek az idei évadra. Egy mesén fogunk dolgozni, annak novemberben lesz a premiérje, a Király új ruhája címmel. Utána szeretnék egy osztálytermi darabot bemutatni majd decemberben, lehetőleg háború témában. Érzékenyíteni szeretnénk ezzel a fiatalokat, és akkor a következő évben, télen és tavasszal pedig még egy klasszikus és egy vígjáték van tervben. A nyár sem múlt el tétlenül számukra, számos szabadtéri előadás mellett gyermektáborokban is részt vettek. Nagyon jók voltak a táborok, tehát nem itt táboroztattunk, volt egy-két foglalkozás, amit itt tartottunk. Különböző máshol táborozó gyerekek számára, ezek nagyon-nagyon jó hangulatban teltek, tehát nagy élmény volt számunkra is, és szerintem a fiatalok számára is. És volt három olyan tábor, ahol közreműködtünk, például a Goethe Intézetben is, és ott is nagyon sikerült, és szeretnénk folytatni továbbra is ezt az együttműködést például a Goethe Intézettel. Lotz Katalin elmondta, nagy lendülettel kezdik meg augusztus 22-én az új évadot, de nem tudják még, mire számítsanak az ősz és a tél beköszöntével. Alapvetően ez az energiaáras, áramelkedéses környezet is ró ránk terheket,
ránk is. Nem fog minket azt sem meglepni, ha megint lesznek korlátozások, vagy esetleg online üzemmódban kell pár hétig dolgozni, vagy esetleg nem tudunk bemenni az oktatási intézményekbe, mert nagyon sokat járunk, tehát nagyon sok előadást viszünk iskolákba, óvodákba, akkor nagyon szomorúak leszünk, de hát ezzel most már utóbbi két évben megtanultunk együtt élni, tehát most már megvannak a BC verziók, hogy akkor hogyan tudjuk a közönséget szolgálni, hogyha kicsit szűkebbek a keretek. A 2022-es év a társulatban is változást hozott. Boglári Tamás és Dustin Leitól a nyár elején kilépett a csapatból, és már csak vendégszínészként játszanak majd az előadásokban. A színház tehát augusztus 22-én a magyarországi németek életének döntő pillanatait bemutató Nehéz csomag című előadással indítja el a 2022-23-as évadot.